A Becsei vízilabdázói a szerbiai első aliga utolsó 14. fordulójában 16-9-re legyőzték medencéjükben a Pancsovai Mladost csapatát, negyedenként 1-1, 4-4, 6-2 és 5-2-re. Így győzelemmel zárták a 2023-2024-es idényt. Az első két negyedben kiegyenlített volt a küzdelem. Az óbecseiek csak a fél időig tudták megszerezni a vezetést, és csak plusz egy gólig jutottak, míg a vendégek mindenhez sikeresen felzárkóztak. A harmadik negyedben azonban plusz 4-re ugrott a Becsei, amikor 11-7 állt az eredményjelzőn, míg a meccs utolsó részében 5 góllal a pancsovaiak hálójában a hazaiak plusz 7 gól különbséggel zártak, azaz 16-9-el. Az óbecsei gólokat Popov, Kupresák, Tucakov és Filip Kovacev 1-1, Icsitovic, Vukovic és Uros Kovacev 2-2, míg Csávics és Szirotánovic 3-3 gólt szerzett. Mi már tegnap tudtuk a fejleményeket a ligában, úgyhogy fel kellett kicsit rázni a fiúkat. Ez az enyhe hanyatlás az első negyedben meg is látszott, de szerencsére a későbbiekben felülkerekedtünk, átvettük a kontrollt és úgy fejeztük be a meccset, ahogy illik. A Mladostnak nem volt jelen néhány játékosa, akiket kizártak, nekünk pedig sikerült ezt az idényt győzelemmel zárni. És persze, mindig jó győzelemmel zárni. Az óbecseiek és a pancsovaiak elsőként fejezték be ezt az idényt, mert a hátralévő meccseket a jövő hétvégén játsszák, így csak ezután derül ki, hogy melyik csapat melyik helyen végez a tabellán. De annyit tudni lehet, hogy a tiszaparti fiúk 29 ponttal negyedikek a szerbiai első A-ligában, 10 győzelemmel és 4 vereséggel. Mi fiatal csapattal kezdtünk, és az volt a tervünk, hogy tovább fejlesszük őket, azután ahogy lesz, úgy lesz. Azonban megbeszéltük azt is, hogy megpróbáljuk maximálisan kihozni belőlük mindazt, amit lehet. És hát ez sikerült is. Nagyon kicsi hiányzott még, de néha ez a kicsi soknak tűnik. Szeretnék köszönetet mondani a csapatnak, mindannyian kitűnően küzdöttek ebben a szezonban. Volt 2-3 meccsünk, ahol nagyon közel voltunk a győzelemhez, de nem sikerült. Ez pedig a fiatalságuknak és az éretlenségüknek tudható be. Ennek ellenére nem adták fel, kitartóan küzdöttek, és valóban nagyon büszke vagyok rájuk. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak is, akik ma is szép számban jelen voltak. Jó lenne, ha még többen jönnének, hogy bátorítsák ezeket a fiatal fiúkat. Mi arra törekszünk és ezért küzdünk, hogy ezt a klubot minél magasabbra emeljük. És ez így is marad, az elkövetkező időszakban is. Biztosan nem adjuk fel. Amit az elkövetkező időszakról tudni lehet, az az, hogy az egyik játékos tanulmányai miatt távozik a klubtól. A nyár folyamán pedig a fiatalabb játékosokon lesz a hangsúly, emelte ki Brkljács edző. A játékosok közül Boris Popovról biztosan tudjuk, hogy egyetemre fog menni, és mi a legjobbakat kívánjuk neki. Ő már 4-5 éve itt van a klubban, és mindig a maximumot nyújtotta a klub felé. Éppen ezért mi is mindig itt leszünk a számára, ha szüksége lesz ránk. Haladunk tovább előre. A nyár folyamán a fiatalabb kategóriákkal fogunk komolyabban foglalkozni, és tervezzük a jövő évet. Egyelőre még nem tudom a csapatfelállást, ez majd még kiderül. Bízom abban, hogy eleget tettünk az elvárásoknak. Mi valóban küzdöttünk, és mi mindig győzni megyünk. Az elkövetkezőkben is győzni megyünk. Köszönjük szépen mindazoknak, akik követtek bennünket, és találkozunk a következő szezonban.